közel két eszemben elindult egy kezdeményezés, miszerint megakadályozandó a Kiskunfélegyházán, illetve szűk térségében a jégverés, hogy talajgenerátorokat telepítenek. Ez meg is történt, de csak részben, pedig szükség lenne rá, miért is. Manapság olyan szélsőséges az időjárás, hogy gyümölcstermelés, ha csak gyümölcstermelésről beszélünk, anélkül nem létezhet, hogy nincs öntözés, nincs jégvédelem és nincs fagyvédelem. Tehát ezekről már muszáj gondoskodni, mert nap-nap után hallja az ember, hogy jégverés van bizonyos helyeken, és méghozzá elég kiadósak. Környékbeli településeken, nagyobb városokban azért van ilyen talajgenerátoros jégvédelmi rendszer, és úgy tűnik, hogy hatékonyan működik, ha nem is 100%-os hatásfokkal, de 70%-os hatásfokkal sikerült működtetni, üzemeltetni a rendszert. Félegyházán kettő vállalkozó volt erre a kezdeti szervezés után. A hegyközség, aki üzemeltett a volt Vöröscsillag területén, illetve a Marilyn Kft., aki itt a gyümölcsfeldolgozó üzemben üzemeltett egy talajgenerátort. Voltak korábban ígérvények arra, hogy a város is beszáll, de anyagi dolgok miatt az időtájt ellehetetlenült ez. Sajnos mindez ideig csak kettő üzemel. Hát ez részben hatékony, nekünk még eddig szerencsénk volt a város innetső részén. Hát a város bankfalusi részén kevésbé, ott egy komolyabb jégverést kaptunk. De úgy gondoljuk, hogy erre az ötre feltétlenül szükség lenne ahhoz, hogy Kiskunfélegyháza és nem csak a gyümölcsösök, hanem akár a belváros vagy a határ viszonylagosan biztonságban tudja magát. Tehát három talajgenerátorra lenne szükség, de ezt nyilván csak összefogással lehet megteremteni. Ha valaki végighallgatva ezt a problémakört, úgy gondolja, hogy kedvet kap ahhoz, hogy legyen teljes Kiskunfélegyházán jégvédelem, és ehhez hozzá is járunk. Na, valamilyen formában kit kereshet meg, hogyan teheti meg? Hát akár engem is, és nagyon szívesen közvetítek a között, a cég között, aki mindezt telepíti, mert kinek-kinek magának vagy egy csoportnak kell ezt üzemeltetni. Az önkormányzattal talán sikerül, bízzunk benne, hogy talán sikerül megegyezni, hogy ők is valamilyen formában részt vesznek, de én úgy gondolom, hogy a nagyobb gazdaságoknál, illetve akiknek van mit veszíteniük odakint a határban, ez az évente 500-600 ezer forintos költség biztos, hogy eredményre vezet és megteremti azt a biztonságot, ami már egy nagy gazdaság működtetésénél, üzemeltetésénél feltétlenül szükséges. A talajgenerátorhoz azért szolgáltatás is kapcsolódik, mondjuk el, hogy mi ez. Így igaz, tehát nem csak arról van szó, hogy meg kell egy talajgenerátort venni, és évente hozzá ezt az aceton, illetve ezüst jodidoldatot, hanem egy előrejelzés is csatlakozik, amit egy meteorológus csapat üzemeltet, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor ilyen jégcella közeledik adott esetben a város felé, akkor még előtte SMS-ben értesítést kapunk, hogy indítsuk a talajgenerátort, és mindaddig, ameddig ez a jégveszélyes időszak van, addig üzemeltetjük. Ebben az évben mi már 5 alkalommal előrejelzés alapján, tehát mindig legalább egy fél órával előtte SMS-ben, ahány telefonszámra kívánjuk, annyira jön az értesítés, hogy jégeső veszély van, indítjuk a talajgenerátort, és mindig előre is jelzik azt az időpontot, hogy mit tudom én, indítjuk 13 órakor, és 18-ig kell működtetni. Vagy ha ez a cella nem távolodik a várostól, vagy az ott körzettől, akkor ezt a védekezési időszakot meghosszabbítják a meteorológusok előrejelzése alapján.